Hát, sziasztok, pacsi mindenkinek, én Danubia vagyok. Ez itt egy újabb bemutató videó lesz, méghozzá az MTech World Metin 2 szerverről, ugyanis hallottam, hogy ha jól emlékszem, pénteken nyitottam, de ne kövezzetek meg, ha nem jól tudom, csak írjátok alá kommentbe, de én úgy hallottam, hogy pénteken nyitottak, úgyhogy még sosem voltam a szerveren. Én úgy gondoltam, hogy érdemes, hogy talán érdemes lesz körülnéznünk, ha másra nem, akkor legalább arra kiderül, hogy többet viszünk erre a szerverre. Tehát, hogy felnézünk-e többet erre a szerverre, érdemes-e vele foglalkozni, vagy sem. Na. Hát ugye létrehoz. Hát én mindenképpen... Na, hát ezek a háttérképek tetszenek, meg ez tök jó, hogy ilyen zászlók alapján kell választani. Úristen. És, ja, itt van. Aha. Hát természetesen... Á, ugyanazok a kinézetek, ja. Asszony! Mindegyik úgy, igen, tehát ez a sima kinézet. Jó, szuper. Hát a neve, az mindenképpen tudjátok, mi lesz a neve. Ja. Ha! Ragatú csúnyó, az igen. Na, kezdjük is el. Itt külön mutatja, hogyha C-be vagy, vagy ilyesmi. Ez szerintem egy nem is rossz dolog. Megmutatja, hogy mennyit játszottál. Aha. Jó kis szárnya van a sámánnak. Ez olyan Songoku, tudjátok, ez a energiagömb. Kamehame! Na jó van. Tehát, ma fáradt vagyok, ezt nézzétek el nekem. MTech World. Azt mondja, üdvözlünk a szerveren, Danubia. Server tulajdonosa Xing. Jász tisztességesen ne csalj. Sok hasznos információt találsz a fórumon. Ha bármi problémád van, keresd fel egy GM-et. MTech World Team. Kezdve felszerelését a ládában megtalálod. Tehát kapunk egy gyakornok ládát, az már biztos. Viszont nem tudom, hogy nekem mennyire kell tudni, hogy Xing a tulaj vagy nem, mert igazából nem hiszem, hogy büdös élet látni fogom, de azért nem baj. Na, legalábbis nem valószínű szerintem, hogy leszáll közénk. Oké. Hát igen, ezzel már látszik, ez teljesen new school. Ezek a kezdőfőbe való, meg kezdősityak, van itt tör. Hát olyan, nekem ez annyira nem jön be jövős. Ez elég ronda. Ez karkötő, ez PvP-s karkötő. PvP pajzs? De miért PvP pajzs? Ez mind PvP cucc. Nézd már. Aha. Meg van egy baby az a rellem. Azt mondja, ez egy hónapig érvényes. Durván. Kezdővért. Ó. Oh. Figyeld már. Figyeld már. Figyeld már. Figyeld. Nem azért izé mozgolódik, mert szagos vagyok, hanem mert ez ilyen effektje van. Nem rossz. Úristen, de utálom ezt a magas sarkút, te atya úristen, ráadásul piros! Anyám. Legalább nem magas sarkút adtatok volna. Jézus. Vegyük fel a szélcipőt, csuka. Hát be az aranycipőbe jobban néz neki. Na, jó van. Tik az mit, ha igálja a kaszát? Na, ha igáld a kaszádat itt fölöttem, mert baj lesz. Úgy látom, ez egy van, meg van egy ilyenünk. Oh, ez de cuki! Ez nagyon cuki viszont. Na, ez jól néz ki, ez a lóci-móci. A lóci-móci az... Hát nem sokáig marad velünk. Azért köszönjük szépen a lehetőséget. Na, hát fussunk egy kicsit körbe, én azt mondom. Tud valamit a lovász? Ha lovász bolt, ha lehet venni kezdő lovat, vagy lehet venni lovat, szuper. Mi van még itt? Ó. Nem voltál képes, hogy ezre adok neked. Ja, lókép. Jó van, mert látom, nem értettem, hogy mi van. Ló edzése. Nem készíted a lovas küldés, nincs nálad medál. És tudok valahonnan? Aha, tehát akkor itt gondolom... Aha, szóval nem adjám egybe a izét, nem adjám meg egyből a dolgokat, hanem... Melyik is az? Itt van lent. Mondja, hogy... Igen...
Így van, csak 10-es a lovaglásod. Aha. Tehát nincs profi lovad. Ezt meg kell külön szerezni a küldetésekkel. Jó van. Na, ez például egy, ez szerintem egy jó dolog, mert én szerettem a lovas küldiket, meg szerintem tök jó, hogy nem egyből adja neked oda mindent. Igen, ez a kétféle skill, hát ezek ugyanazok, amik szoktak már lenni. Na. Igen, házasság meg jóslás, jó. Ez nekünk nem szükséges. Most már mindegy. Jó, megvettem. Azt hiszem, hogy pizam van. Nem már van. Konkrétan egy millám volt. Egy millával kezdtem, ha? Ó, és itt tudok hajakat venni, még itt vannak kákák. Harcvámos szágodás, tényleg, itt vannak kákák. Hol az én linnyámnak? Vegyünk már egy hajat. Vegyünk már egy szokásos hajat. Ez az. Ja, doaj, de csinos lettem. Nézzétek majd, milyen szép vagyok már. És vannak itt kákák, akkor lehet, hogy ezt... Ezt nem vettem fel. Ez hanyas szintől van? Ez 10-es szintől van. Távharcoktatónál is szintén vannak hajok. Aha. Jó. De akkor gondolom, ugyanazokat a hajokat rakták mindenhova, csak más kákákkal ugyebár. Hát a chat az nem igazán pörög, ahogy látom. Vagy nem tudom, hogy nekem nem látszik most csak. Tehát, hogy nem látok semmit, vagy lehet, hogy amíg kicsi vagyok. Na, mik vannak itten? Azt mondja, kezdő PVM, ezek 10 000-et érnek. Akkor ezek PVM és PVP cuccok is. Aha. Baby pet. 4K-t építel és 10 000-es vélemre kell. Aha. Nem rossz. Aha, de ezek csak egyes szintűek. Oké. Mondjuk egész durva izi bónuk vannak rajta alapból. Nem olyan rossz. Nem olyan rossz. Ezt most már látom, hogy ez teljesen new school, tehát nincsenek meg a régi vértek, ahogy látom, egyáltalán. Nézzük a fegyverkereskedőt. Az igen. Ez surának való kard. Vegyünk már valami kardot, amit a ninja is tud használni. Kezdőkard. Ha úgy látom, ezeknek ugyanaz a textúrája majdnem. Még a surának van másmilyen, meg a íjasnak. Ha megyünk egy ilyen kardot. Aha. Hát ez olyasmi így kinézetre, így alakra, mint valami barbár kardnak az alakja, de hát olyan, mint egy ilyen hosszú boton, hosszú penge. Nem tudom. Egy kicsit érdekesen néz ki, nekem annyira nem tetszik a fegyver. Szerintem valami jobb izéket találhattak volna, valami jobb textúrákat neki, de hát, hogyha később jobban kinéző cuccokat lehet találni. Ha, szóval itt különböző mappok vannak. Dinoszauruszok völgye, kasztok völgye, pokós voltak, idézés map. Jó, hát ezekhez túl kicsi vagyok, még azt már látom. Ki van még itt? Ó, Alibaba is itt van. Péskilladó! Na, és itt lehet menni kék sárkány ránt? Óhó, oké, csak kell hozzá cucc. Jó. Hát akkor az még nem. Boss pont rendszer lutri volt. Aha, szóval itt tudunk venni optolókat. Azért van egy kis áruk, tehát azért nem annyira olcsó, az igen. Ezek azért már nem annyira olcsók, van csart kulcs, van érzlem maszk. Lehet venni, viszont ez de király, hogy lehet venni mágikus követ, itt is mondjuk kicsit magasabb árba rakhatták volna, és van itt egy pár fejlesztő is. Na, ez azért nem olyan rossz, és lehet venni itt aranyrögöt is. Arra lennék kíváncsi, hogy hogy megy itt a XP meg a money, de azt mondjuk, hogy ugye megnézzük.
Nutri most nem játszok. Ki van itt a köves? Mi ez a köves? Különleges kövek. Itt meg tudod vásárolni a kövek ládáját, üdvözöllek. Különleges kövek, magas az 50 darab buborék szükséges. Ja, hát nekem nincs itt darab buborékom se. Ez valami event lehet? Vagy nem tudom. Vagy lehet, hogy metin kövekbe lesne? Ah. Viszont itt vannak alapból pluszatos kövek. Olyan ezeket lehet-e tovább húzni? Ez majd kiderül. Nyereményjátékos. Tippelj, ja ez a... mondjuk legyen 50. Ja, hogy fel kell tenni a sétutalványomat, na mehetsz a picsába. Kasztot szeretnék váltani, de nem. Ja. Fejlesztés. Ha, szóval nála tudok cuccokat fejleszteni, jó. Mi van a vegyesnél? A vegyesnél csak alapcuccok vannak. Igen. Kovinál semmi extra. Na hát jó van, úgy látom ennyi cucc van. De nincs teleport gyűrű, meg ilyenek, ahogy jól látom. Tényleg, vagy nem tudom, hogy később ad, vagy ilyesmi, ugye meglátjuk. Menjünk, üssünk egy-két követ, nézzük meg, hogy hogyan az XP meg a pénz. Nincs valami küldetésünk egyébként. Nem, csak az lómedálos. Na. Aha, hát ez esik amúgy rendesen. Kár, hogy nem lehet venni ilyen halmrik között, hogy összeszedje a cuccokat. Viszont azt hiszem, hogy sima izék esnek, ilyen sima old school cuccok esnek a kövekből, de nyomult old school cuccot nem lehet venni az izétől a vegyes vagy a fegyverkereskedőtől meg a másiktól. Ezek egy metinkőből mennyi pénzem lesz, de ahhoz már előlem. Te hogy vagy ilyen szar pet amúgy, hogy mindig az utamba állsz? Mennyit tudod? Aha! Nem esik rosszul. Keressünk már valami nagyobb követ. Mert ez így nem sokat adott. Ja, hogy kiképzés. Ja, várj, itt vannak küldetések. Nézd már! Nézzük! Arra vagyok kíváncsi, vagyok, hogyha megölöm a 10 vadász vadkutyát, akkor vajon mit ad? Tehát, hogy ezeket a sima szarokat adja, vagy pedig adni fog valami mást is. Van, te köpi. Na, hát ugye meg kinyíltuk ezért, gratulál, keretrezett a szintet. Ja, ez még csak a teleportos. Na jó, akkor csináljuk meg a skilleket. Azt mondja, meglátjuk, hogy mi van. Na. Nyilván, közelharc. Oké. Okay. Feladat befejezve. És mit kaptam? Az óra ruha 9-est. De könyörgöm ennek, igaz, hogy ez PvP is, de akkor is több a védelme, könyörgöm. Tehát, hogy... tehát kapok a ládából egy alap PvP cuccot, aminek a védelme 150, és megcsinálom az első küldetésre, hogy ad egy az óra plusz 9-et. Az óra plusz 9-et. Nézzük, mit ad a következő. Pénz az egyértelműen jól jön, az nagyon jól jön. Ez egyértelmű. Tehát ez egyértelmű, hogy ez jól jön. Ezt láthatjátok is. Tehát a pénz az nagyon jól esik. Isten, nem is tudok ennyit fölvenni egyszerre. Kéne valami harmadik kéz, vagy valami hasonló. Közben 6-os vagyok, tehát... ez tud valamit?
Ó, ez meg így levegőzik, jó van. Na és mit? Nézd már, hol fényláda event is van. Aha, jó van. Igen, mit adsz? Kapta egy bőrcsuki plusz 9-et, szóval akkor így lassan szedem össze a mobosztucokat, vagy mi van? Úgy látszik. Tehát én kezdek egy PvP-s cucca, az jó. Na, viszont ez jó, mert én szeretem a küldetéseket személy szerint. Én szeretem, szeretek... A falkast választottam, na jó van. Tehát én személy szerint szeretem a küldetéseket, úgyhogy azt akarom még megnézni, hogy van-e valami effektje a skilleknek. Na. Hogy mindjárt rakunk akkor valamelyik skinre, és akkor mondjuk a les helyre rakunk egyet. Na. 2-3. Hat skill van, az látszik. Na, átváltunk törre. Úgy látom, ez ugyanaz. Ó, viszont az XP az tök szépen jön így. Ó, kicsit szebben néz ki a forgótör szerintem, mint volt. Adtak neki egy kisebb szint, meg nézzétek meg, egész jól néz ki. Aha. De lehet, hogy csak a vértnek az effektje miatt, nem tudom. Minden esetre nem néz ki rosszul egyébként. Na, hát szerintem akkor a bemutató ennyi lett volna mára. Az XP se olyan nagyon bonyolult újon. Se tűnik annyira nehéznek, hogy felfejlődj, tehát szerintem ez se annyira nyögvenyelős, nem olyan rossz. Nem tudom, az old school keveredik a new school, ez egy kicsit így furcsa, pláne nem tudom miért indítok alap PvP szettekkel. Ezt nem értem, miért indítok alap PvP szettekkel, Minden esetre látjátok, küldetések vannak, küldetésekből tudtok vérteket, tehát mobos vérteket szerezni, amire szükség van, meg ott vegyinél láttunk ilyen új school-os, new school-os, ilyen új vérteket, meg kiegészítőket. Aztán én azt mondom, hogy gyertek fel, próbáljátok ki. Első látás én azt mondom, nem annyira szörnyű. Tehát, hogy érdekes lesz a szerve, majd meglátjuk, hogy visszanézünk-e rá, vagy sem. Minden esetre ez most egy ilyen kis rövid bemutató lenne. Úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek. Ha tetszett, akkor ne felejtsétek el lájkolni. Ne felejtsétek el feliratkozni a csatornára, hogy még több ilyen videót láthassatok. És köszi szépen, hogy megnéztétek. Pacsi nektek. Sziasztok!